A lehetetlent is szabad lesz remélni. Meglátod, hogy milyen érdekes lesz élni. Szép Árnő gondolatával köszöntöm kedves nézőinket 661. adásunkban. Mai műsorunkban néhány olyan eseményről számolunk be, amelyen közösségünk tagjai képviselték nem csak szülőtelepülésüket, hanem egész régiónkat. Első mellékletünkben beszámolunk a református cserediák programról, amelyet a Kosztolányi Dezső céltársulat szervezett meg Pécsett, a helyi református kollégium általános iskolával karöltve. 6 délvidéki közösségből 27 felső osztályos tanulót láttak vendégül a pécsi iskola tanulói és azok családjai, közöttük 4 hertelendi falvi gyermeket is, akik Szilágyi Zoltán református segédlelkész kíséretében érkeztek Pécsre. Azt követően képes összefoglalóban mutatjuk be a Nemzet Stratégiai Kutató Intézet rendezésében megtartott budapesti 3. székelybált, amelynek idén is Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke volt a fővédnöke, és Tarlós István, Budapest főpolgármestere a védnöke. A bál bejövetelét ez alkalommal teljes egészében 3 székely és 1 kárpát-aljai közösség civil, illetve egyházi szervezetének adományozták. Hivatalosak voltak a múlt évi bál kedvezményezettjeinek képviselői is. Megrendezett farsangi mulatságokról kaptunk értesítéseket Fejértelepről, Székelykevéről, Sándor egyházáról, amelyeket ezúttal továbbítunk kedves nézőink felé. Kérjük, maradjanak velünk! 661. adásunkhoz mindenkinek jó vételt kívánunk! Ez év február 2. és 6. között zajlott le Magyarországon, Pécsett, a református cserediák program, amely keretében 6 délvidéki magyar lakta településről 26 gyermeket fogadtak be családok a Kosztolányi Dezső céltársulás és a református általános iskola közös szervezésében. A hertelendi falvi 4 felsős diák, név szerint Kovács Tímea, Nemcsek Dávid, Balog Noémi és Ömböli Karolina, Szilágyi Zoltán református segédlelkész kíséretében töltött 5 élménydús, tartalmas napot a magyarországi iskolatársaik körében. A szervező céltársulás elnökével, Barkóczi Csabával Szilágyi Zoltán tiszteletes úr készített interjút. Magáról a Kosztolányi Dezső céltársulásról azt kell tudni, hogy a Pécsi Tudományegyetem végzett és végzős hallgatói hozták létre néhány hónappal ezelőtt. Ennek korábban is volt múltja, mint egyetemi mozgalom, már évekre visszamenőleg működött Pécsi Fiatalok a Magyarságért Egyetemi Diákszövetség néven. És hát alapvetően a Kosztolányinak 3 célkitűzése van. Az egyik legfőbb, hogy az egyetemi és főiskolai ifjúságot megszólítsa, és a szülőföldön való boldogulásban segítse, és ösztönözze erre a fiatalokat, ugyanúgy egyébként a határon innen, tehát az anyaországban, és ugyanúgy a határon túl is. Nyilván a névadó is utal erre, hogy kiemelt célterületünk a magyarországi, vagy mondhatom talán a dél-magyarországi fiatalok mellett az egykori Jugoszlávia területén élő magyar fiataloknak a megszólítása. Itt ki kell emelni a vajdasági, bocsánat, délvidéki fiatalságot, Drága közés Szlavónia, tehát a Horvátország területén élő magyar fiatalságot, és ne feledkezzünk el Szlovénia területén, a Mura vidéken élő magyar fiatalságról sem. Nagyon fontos az is, hogy a nemzeti identitást, a magyarságnak a megőrzését azt próbáljuk hangsúlyozni, hogy ez mint érték rendkívül fontos számunkra is, és nyilván ezt próbáljuk kommunikálni a határon túli magyarság felé, és ebben segíteni őket. Mi azt gondoljuk, hogy a személyes találkozások azok nagyon-nagyon sokat lendítenek ezeken a dolgokon, és azt gondoljuk, hogy minél fiatalabb korban történnek meg ezek a személyes találkozások, minél fiatalabb korban találkoznak az anyaországi, tehát az itteni magyarországi fiatalok a határon túliakkal és fordítva is, annál szorosabb lesz ez a kapcsolat, annál jobban
meg lesz a gyerekekben az a tudat, hogy összetartozunk, és hogy egy nemzetrészt képezünk, még hogyha annó nagyhatalmak úgy is döntöttek, hogy külön választanak bennünket. Ahol a Bárságban magyar katolikus közösség található, ugyanakkor egy nagyon régi partnerünk az ottani iskolán, illetve az ott működő Jókai Mór Magyar Művelődési Egyesület, és hát szerettük volna, hogy ők is eljönnek erre a programra. Az összes többi település alapvetően a református hit miatt került be a programba, illetve az is egy szempont volt, és akkor beszéljünk itt konkrétan a Pancsova, illetve annak külső település részét képező Hertelendi falváról, ami hát azért kerülhetett a képbe, mert egyrészt nagyon messze esik az anyaországtól, és úgy gondoltuk, hogy nekik kevesebb lehetőségük van eljutni ilyen programokra, illetve az a megfontolás is, hogy a felső tagozatban már többségében nem működik magyar oktatás, és mi azt szerettük volna, hogyha a felső tagozatos diákok eljutnak, és néhány napot itt Magyarországon, magyar iskolai körülmények között tölthetnek. Mi a véleményed, hogy szerinted ez a cserediák program beindíthat egy olyat is a diákokban, vagy később úgymond az anyaországon belül éppen magyar egyetemen, azért mert ez a program olyan jól működött, hogy magyar egyetemen, magyar anyanyelven szeretnének tovább tanulni? Hát elképzelhetőnek tartom, ugyanakkor nekünk az a filozófiánk, hogy a szülőföldön való boldogulás az alapvetően az a jó, hogyha mindenki megpróbál kvázi otthon boldogulni magyar nyelven, tehát Szabadka, Újvidék ilyen szempontból fontos, hogy az ottani egyetemekről is említést tegyünk. Természetesen mi itt a Pécsi Egyetemen nagyon nagy örömmel és nagyon nagy szeretettel fogadjuk az ideérkező határon túliakat, de az is egy nagyon nagy cél, és ez most is egy nagy dilema az egyetem vezetésének, hogy azok a diákok, akik idejönnek Bácskából, Bárságból, vagy éppen a Dráva közből, a megszerzett diplomával hogyan tudnak hazatérni, és hát most az egyetem vezetése is gőzerővel dolgozik az ottani. Olyan programot dolgozzon ki az egyetem vezetése, ami lehetővé teszi, hogy a magyar, határátúli magyar diákok hazatérve szülőföldjükre képesek legyenek otthon is boldogulni, valamilyen szaknyelvi vizsga vagy egyéb nyelvi készség segítése által. A cserediák programon belül az első fő téma az volt, ugye, hogy a gyerekek minél több élményben, de gondolom, hogy mint vezető is gazdagodtál élményekbe, talán egyet kiemelni közülök? Hát számomra talán az volt az egyik legnagyobb élmény, amikor azt hallottam, hogy itt a horvátországi gyerekek, akik tényleg a szorványból jönnek, és nagyon keveset tudnak magyarul beszélni a saját közösségükben is már, és sokszor, amikor betévednek magyar közösségekbe, vagy olyan környezet veszi őket körül, akkor már nem mernek megszólalni magyarul, mert a nyelvtudásuk egy picit megkopik, kicsit elbizonytalanodnak. És hát itt azért hallhattuk, hogy azért ők is kedvet kaptak, jól beszélik, és motiváltabbak lesznek itt a tanulásban. A többieknek pedig nyilván az egész egy nagy élmény, és magát azt az érzést látni, hogy ennyi barátság kapcsolat születik már gyerekek között, magyar-magyar határokon átívelő kapcsolatok, ez önmagában egy nagy hozzáadott plusz számomra. Azon kívül, hogy a rendszeres oktatásban részt vettek 3 napon át, a délutáni órákban a vendéggyerekeknek alkalmuk volt megismerni Pécs jellegzetességeit, mint amilyen a zsolnai kulturális negyed, a fizikalabor, a planetárium és még sok minden más, beleértve a városnézést is. Utolsó estén a református iskolaközpont éves farsangi mulatságán és táncházában vettek részt vendégfogadók és vendégek egyaránt. A program részleteiről Szilágyi Zoltán tiszteletes úr az iskola oktatójával és a program koordinátorával, Schmidtné Varga Zságer Ágnessal beszélgetett. Egy pár gondolatot megosztanak velünk, hogy milyen élményekkel gazdagodtak a helyi diákok ön szerint a cserediák programon belül, hogy érkeztek máshonnan? Amikor megkérdettek a programot, akkor eleinte kicsit nehezen érkeztek be a jelentkezések. Volt, aki először minél nagyon gyorsan elkapott, de
biztatni kellett őket. És akkor a gyerekek egymás között elkezdtek arról beszélgetni, hogy mi is fog itt történni, miért is jó ez. Én is amennyi jártam, minden osztályban elmondtam, hogy miért tartanám fontosnak ezt a programot. És aztán mire elérkezett kedd, amikor érkeztek a gyermekek, addigra teljesen be voltak sózva a gyermekeink, nagyon-nagyon várták őket, izgultak, készültek, szülők is, gyerekek is. És azt láttam itt a nap folyamán, hogy az első napi kis megilletődés után teljesen jól beilleszkedtek a gyerekek egymással is, nagyon jó kapcsolatban vannak, ők a sajátjaikkal is tartják a kapcsolatot, de abban az osztályban, közösségben, sőt tágabb közösségben, és teljesen otthonosan mozognak most már. Kinek volt az elgondolása, hogy szülőknél legyenek elszállásabb a gyerekek, hogy ezáltal is jobban be tudjanak integrálódni? Amikor Csaba a Kosztolányi Dezső céltársulással megkeresett minket, és felvetette ezt az ötletet, hogy mit gondolnánk erről a cserekapcsolatról, és felmerült az ugye, hogy igen, nálunk van kollégium, tehát nem lenne gond a gyermekeket kollégiumban elhelyezni, de mindjárt az volt az első gondolatunk, hogy ennek a programnak a célja az igazából a személyes kapcsolatok kiépítése. És ez igazán akkor megvalósítható, hogyha a gyerekek otthonba mennek, a családok fogadják őket, ha személyes kapcsolatok van gyerekekkel. Főleg nagyon örültünk, hogy nagyon sok 5. és 6. gyerek jelentkezett, hiszen ők, ahogy ezt mi szeretnénk, hogy ez a program folytatódjon és kölcsönös legyen, ők több évig is ápolhatják ugye ezeket a kapcsolatokat az iskola keretein is belül is, és természetesen magánéletben is. Tehát jó volt látni, hogy abban a pillanatban, hogy ők címeket kaptak, keresték egymást a Facebookon, megtalálták, már beszélgettek, kedvenc étel, mit szeretne csinálni. Tehát teljesen önnyelvű módon elindult a kapcsolatépítése. Ön, mint tanárnő, milyen élményekkel gazdagodott? Én kérni is fogom a gyerekeket, akik részt vettek ebben a programban, illetve a tanárokat is, akik utána velük erről beszélgetnek majd otthon. Egy-két hét távlatából, amikor már ülepszik, átgondolják, írjanak nekem egy 10 mondat körüli kis fogalmazást arról, hogy nem a programról, hanem inkább arról, hogy ők személyesen, hogy élték meg, mit kaptak, mit tartottak jónak, mit kevésbé, hogy legközelebb esetleg sem ezen tudjuk változtatni, mit szeretnének legközelebb, mivel gazdagodtak, új élmények, mire nyílt ki a szemük, tehát ilyen dolgokra. Nekem biztosan nagy élmény volt az, hogy ennyiféle korú és idegen gyereket hogy lehet koordinálni, összetartani, mindennapi problémáikat, a hasfájástól kezdve, a nincs itt az anyukám problémáig kezelni. De jó volt látni azt, hogy ez a gyerekek jönnek és kérdeznek és nyílnak, és lehet velük arról beszélgetni, hogy hová szeretnének tovább tanulni, hogy már most mit éreznek például, hogy mivel más a mi iskolánk, vagy az ő iskolájuk, milyen tanúságokat vannak le, és már azért formálják a véleményüket. Még egyszer nagyon szépen köszönjük a lehetőséget a Diákok Nőiben, és további állató szolgálatokat kívánunk. Nagyon szépen köszönjük, és mi is nagyon reméljük, hogy ez a kapcsolat kölcsönös és hosszú távú lesz. A gyerekek élményekkel, új tapasztalatokkal és új barátságokkal gazdagodtak. Budapesten ez év február 5-én pinteken tartották meg a 3. Székely Bált a felújított Várkert bazárban azzal a céllal, hogy a Kárpát-medencében és a nagyvilágban élő minden magyar nem csak szülőföldjén, hanem Magyarországon és Budapesten is maradéktalanul otthon érezhesse magát. Így fogalmazott Kövér László, az országgyűlés elnöke, a rendezvény fővédnöke a bál megnyitóján. Tarlós István, Budapest főpolgármestere köszöntőjében kiemelte, hogy a Székelybál a nemzeti összetartozás kifejezésére is szolgál. A 3 év folyamán rangos rendezvényén nőtte ki magát, és fontos missziója van. Erősíti a magyar-magyar kapcsolatokat, közelebb hozza Székelyföldet és az anyaországot, emellett segíti a rászoruló nemzettársainkat.
A BALT rendező Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke Szász Jenő köszöntőjében úgy fogalmazott, hogy 2 évvel ezelőtt azért hozták létre a rendezvényt, hogy erőt, reményt és jókedvet merítsenek a távol élő testvérek találkozásából. A BAL teljes bevételét jótékonysági célokra ajánlják fel. Idén a Marosvásárhelyi Szent Erzsébet Társulás árvái, a Székelyudvarhelyi Szent Ferenc Egyesület sérült gyermekei, az Oklandi Unitárius Közösség, valamint a kárpátaljai Derceni Református Egyházközség részesül a BAL bevételéből. Az említett külhoni magyar közösségeket rövid filmen mutatták be a BAL résztvevőinek. A mulatságot egy tartalmas esti műsor előzte meg, amelynek keretében magyar népdalokat adott elő az esten Sorbán Enikő népdalénekes, a Magyar Állami Népi Együttes a megidézett Kárpátalja című produkcióval lépett fel, Pál István Szalonna a zenekar primása vezetésével. Rendezvényen tiszteletbeli székely címeket is átadtak a 2004-es kettős állampolgárságról szóló népszavazásra válaszul létrehozott elismerésben részesültek Pál István Szalonna kárpátaljai származású zenész szülei, Pál Katalin és Pál Lajos, valamint Borbély Lénárt, csepeli polgármester és Mihályi Gábor, a Magyar Állami Népi Együttes jászsági származású művészeti vezetője. Az idei székelybálban közel 450 székely, tiszteletbeli székely vagy székelyeket tisztelő vendég volt jelen, közöttük a múlt év kedvezményezett szervezeteinek, közösségeinek képviselői is, Székelyudvarhelyről és Hertelendi falváról. A mulatság mellett új ismerettségek, baráti kapcsolatok is jöttek létre, de régi ismerősökkel is volt alkalom elbeszélgetni. Február első hétvégéjén Délbánátban több helyen is farsangi mulatságokat tartottak. Így szombaton Fejértelepen a délutáni utcai felvonuláson mintegy 60 gyermek és felnőtt mutatta be érdekes jelmezeit. Este a báli mulatság jó hangulatban telt el. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok!
7-én Sándor Egyházán a Bona Sándor Magyar Művelődési Egyesület szervezett a gyermekeknek farsangi mulatságot. Ugyanaznap Székelykevén a kevevári gyermekek is bekapcsolódtak a jelmezes felvonulásba. A déli órákban a Székelykevei Művelődési Egyesület termében összegyűltek a jelmezbe öltözött gyerekek felnőttek kíséretében, miután a falu elnökétől átvették a farsang kulcsát, hangos zajjal bejárták a falut. A gyülekezési helyre visszaérve elfogyasztották a farsangi fánkot, majd a jelmezesek bemutatása után a legötletesebbeket díjazták. Itt hívjuk fel nézőink és az érdeklődők figyelmét, hogy Hertelendi falván február 15-én vasárnap este 6 órára várják a jelmezes gyermekeket a Tamási Áron Székely Magyar Művelődési Egyesületbe. A kevevári Keve Magyar Művelődési Egyesület az egyházvezetőivel közösen kitartó munkával, lelkesedéssel mindent megtesz, hogy összefogja, összetartsa a kevés létszámú kevei magyar közösséget. A településen élő, Székelykevén tanító magyar tanárnő Vinec Margit vállalta a gyerekekkel való hétvégi magyar anyanyelvápolást, aki az ünnepekre való szereplésekre felkészíti a felnőtt és gyerekcsoportokat, és a magyar nyelvet is oktatja. A rendszeres szombat délelőtti hittanóra után a gyerekeket játékos módszerekkel közelebb hozza a magyar nyelvhez, a kultúrához, a hagyományok ismeretéhez. A gyerekek többsége nem, illetve alig beszél magyarul. Az egyesület kezdeményezésére és az ő szervezésükben január 30-án szombat este Kis Zoltán székelykevei táncoktató vezetésével és Gál Veronika, a Petőfi Sándor program ösztöndíjasa táncházat indítottak. A legkisebb gyerekektől a felnőttekig szép számban megjelentek az érdeklődők. A kicsiknek népi játékokat, kiszámolókat tanítottak, majd bukovinai és moldvai táncot. A sikerre és jó hangulatra való tekintettel az ezt követő hétvégén, január 6-án folytatásként a széki csárdás lépéseivel egészítették ki az előzetesen elsajátított táncokat. Örömmel, mondhatni, sikerélménnyel zárult az est, a szervezők, résztvevők egyaránt meggyőződhettek a tánc óriási, összetartó erejéről. A farsangi időszak végén, a nagybőjt közelettével az elkövetkező néhány hét alatt elmarad a táncház, helyette a kisebb teremben lesznek foglalkozások, programok. A farsang jellegzetességei a vidám bálok, mulatságok, ünnepek. Kevevárán is a szombat délelőtti foglalkozások a farsangi szokásokhoz kapcsolódtak, állarcokat, jelmezeket készítettek a gyerekekkel. Mint bármilyen ünnephez tartozó rendezvény, a farsang is, amellett, hogy az egész év legvidámabb, legmulatságosabb és legfelszabadultabb időszaka, a mulatozásról, a jókedvről, a bálokról, jelmezes felvonulásokról szól, lehetőséget ad az összetartozás megerősítéséhez. Február 17-én, szerdán, 18 órai kezdettel a belgrádi Kolarac zenegalériában ad hangversenyt a pancsovai Bálint Ligeti Mária zenepedagógus, férje Bálint Attila, illetve fiúk Bálint Róbert. Összeállításukban ezúttal 10 magyar zeneszerző, Weiner Leo, Kardos István, Szőnyi Erzsébet, Sugár Rezső, Ligeti Melinda, Zsoldos Béla, Károlyi Pál, Pap Lajos, Járdányi Pál és Bartók Béla műve kapott helyet, zongora asztali citera, csembaló asztali citera, valamint zongora fagott hangszerelésben. A hangversenyt a Belgrádi Zeneközpont, illetve Centarza Musicus szervezi. A belépés díjtalan. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Felhívjuk nézőink figyelmét, hogy adásunk sugárzásának időpontjai megváltoztak. Mai adásunk ismétlését már vasárnap este 7:30 után 10 perccel láthatják, új adással pedig a jövő csütörtökön 13 órakor jelentkezünk. Tartsanak akkor is velünk,
a viszontlátásra.